A 112. kérdés Mi a jelentősége Jézus husvéti misztériumának? Jézus husvéti misztériuma, mely magában foglalja az ő szenvedését, halálát, föltámadását és megdicsőülését, a keresztény hit középpontja, mert Isten üdvözítő terve, egyszer s mindenkorra megvalósult az ő fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halálával. A 113. kérdés Milyen vádak alapján ítélték Jézust halálra? Izrael egyes vezetői azzal vádolták Jézust, hogy megszegi a törvényt, a templom ellen cselekszik, s főként sérti az egyetlen Istenbe vetett hitet, mert Isten fiának mondta magát. Emiatt adták át Poncius Pilátusnak, hogy ítélje halálra. A 114. kérdés: milyen volt Jézus magatartása Izrael törvényével kapcsolatban? Jézus nem törölte el a törvényt, melyet Isten a Sínai-hegyen adott Mózesnek, hanem tökéletessé tette azzal, hogy megadta végső értelmezését. Ő az isteni törvényhozó, aki maradék nélkül teljesítette ezt a törvényt. Továbbá ő, a hűséges szolga, engesztelő halálával fölanyálja azt az áldozatot, mely egyedül képes engesztelni mindazokért a bűnökért, Melyeket az emberek az első szövetség idején elkövettek. A 115. kérdés: Milyen volt Jézus magatartása a Jeruzsálemi templommal kapcsolatban? Jézust azzal vádolták, hogy ellensége a templomnak. Ezzel szemben ő úgy tekintette a templomot, mint atya házát, és tanításának fontos helyévé tette. Ugyanakkor Jézus megjövendölte halálára utalva a templom lerombolását, és ő maga úgy mutatkozott, mint Isten végső lakóhelye az emberek között. A 116. kérdés: Ellentmondásban volt-e Jézus Izraelnek az egyetlen és szabadító Istenbe vetett hitével? Jézus soha nem került ellentmondásba az egyetlen Istenbe vetett hittel, akkor sem, amikor megbocsátotta a bűnöket, azaz a legkifejezettebben isteni cselekedetet hajtotta végre, melyel beteljesítette a messiási ígéreteket, és Istennel egyenlőnek nyilvánította ki magát. Jézus követelménye, hogy higgyenek benne, és térjenek meg, érthetővé teszi a főtanács tragikus értetlenségét, mely Jézust, mint káromlót, méltónak ítélte a halálra. A 117. kérdés, ki a felelős Jézus haláláért? Jézus szenvedéséért és haláláért nem vonhatók felelősségre Különbségtétel nélkül sem az összes korabeli, sem a később bárhol élő zsidók, minden egyes bűnös, azaz minden ember valóságos oka és eszköze a megváltó szenvedésének, és még vétkesebbek azok, elsősorban a keresztények, akik gyakrabban visszaesnek a bűnbe és gyönyörködnek a víciumokban. A 118. kérdés, Jézus halála miért része Isten tervének? Isten, hogy megbékéltesse magával a bűn miatt halálra ítélt összes embert, szeretetből úgy határozott, hogy elküldi a fiát, hogy adja magát halálra a bűnösökért. Jézus halála, mert az Ószövetség előre hirdette, különösen mint a szenvedő szolga áldozatát, az írások szerint történt. A 119. kérdés, hogyan ajánlotta föl magát Krisztus az atyának? Krisztus egész élete önkéntes fölajánlás az atyának, hogy véghez vigye az ő üdvözítő tervét. Krisztus odaadja az életét, váltságul sokakért, s ezáltal megbékélteti Istennel az egész emberiséget. Szenvedése és halála megmutatja, hogy az ő embersége mennyire szabad és tökéletes eszköze az isteni szeretetnek, amely minden ember üdvösségét akarja. A 120. kérdés hogyan mutatkozik meg Jézus áldozata az utolsó vacsorán. Jézus szenvedésének vigíliáján, az apostolaival megült utolsó vacsorán elővételezte, azaz jelezte, és előzetesen megvalósította önmaga önkéntes föláldozását. Mondta, ez az én testem, mely értetek adatik ez az én vérem, mely kiontatik. Ezzel egyidejűleg megalapította az euharisztiát, mint áldozatának emlékezetét, és apostolait az új szövetség papjaivá szentelte. 121. kérdés Mi történt a Getsemani kertben lefolyt halálküzdelemben? Az iszonyat ellenére, melyet a halál váltott ki annak teljesen szent emberségében, aki az élet szerzője, Isten fiának emberi akarata belesimul az Atya akaratába. Jézus engedelmesen, mint halálig, elvállalja, hogy testében hordozza bűneinket, hogy bennünket megszabadítson a 122. kérdés, melyek Jézus kereszt áldozatának a gyümölcsei? Jézus önként ajánlotta föl életét engesztelő áldozatul, azaz mind halálig tartó szeretetének teljes engedelmességével helyrehozta a mi bűneinket. Isten fiának ez a mindvégig tartó szeretete megbékéltette az egész emberiséget az atyával. Krisztus husvéti áldozata tehát páratlan, tökéletes módon és véglegesen váltja meg az embereket, és teszi számukra lehetővé a közösséget Istennel. A 123. kérdés Miért hívja Jézus a tanítványait arra, hogy vegyék föl a keresztjüket. Amikor Jézus meghívja tanítványait, hogy vegyék föl keresztjüket és kövessék őt, társul akarja maga mellé venni megváltó áldozatában azokat, akik elsőként részesültek annak áldásaiból. A 124. kérdés, milyen állapotban volt Jézus teste, amikor a sírban nyugodott. Krisztus valóban meghalt, és valóban eltemették. Az isteni erő azonban testét megóvta a romlástól.